Andrić. Egyből be Sallói középre, Diány. Visszakínálja lövésre, Šanković át a másik oldalra, jön a beadás, Diány gólhelyzetben, gól! A kapufáról pattant be a labda, 2-0 az Újpestnek, rögtön a második félidő elején, Diány a második gólját szerzi. Hát én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan ment, és könnyen lehet, hogy ez a gól meg fogja pecsételni majd az MTK sorsát. Annyit megmondom őszintén, nem érzek ebben a mai MTK-ban, hogy innen 3-at útra meg tudja fordítani a meccset, bár sok idő van hátra, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Na még egyszer, remek a beadás, és Diány még hozzáér, Hegedűs picit olyan félve ment ki, ja, elment a lába között, ó, innen lehetett jól látni, elment a lába között a labda Hegedűsnek, akkor ezért.